Bemutatták a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampuszának 1,5 milliárd forintos beruházással megújult B-épületét. A beruházás az épület teljes gépészeti és esztétikai rekonstrukcióját foglalja magában. Székesfehérvár számára kivételesen fontos a felsőoktatás helyzete. Én azt gondolom, hogy az az együttműködési megállapodás, ami Székesfehérvár önkormányzatát és a Corvinus Egyetemet összeköti, bebizonyosodott, hogy lám-lám működik, és lehetőséget ad a fejlesztésre. Ez a 1,5 milliárdos beruházás egy lépcső, de fontos lépcső. Fontos lépcső. Több ok miatt is nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon jelentős. Egyrészt meg gyönyörű lett, aki belülről meg fogja tudni nézni ezt az épületet, az biztos megállapítja, hogy egyszerre sikerült megőrizni a múlt szépségeit, ugyanúgy, mint a külső homlokzat megmentésével, a tetőszerkezet felújításával, együtt a külső szépségét is, emellett pedig kívülbelül egy 21. századi modern, minden technológiával felszerelt, igazi kampusz egyetemi épület készült el, gyönyörű előadótermekkel, kutatóhelyekkel, laborokkal és egy nagyon-nagyon-nagyon szép könyvtárral. Ez egyszerre fogja szolgálni a fiatalokat, az oktatókat és a kutatókat egyaránt, és valahogy jól szimbolizálja azt a célt, amit elindítottunk annak idén a Corvinus Egyetemmel közösen itt Székesfehérváron, hogy miért fontos egy felsőoktatás, miért fontos ennek a fejlesztése. Ez szükséges keret, szükséges egy megfelelő környezet. Én úgy gondolom, hogy ami itt kezd kialakulni, az mindenképpen egy európai szinten is vállalható, nagyon szép, nagyon korszerű és oktatásra, kutatásra egyaránt alkalmas környezetnek a létrehozása. Ez a beruházás ellen 1,5 milliárd forintot jelentett kormányzati támogatásból egy FOP pályázat keretében, ami azért is fontos, hiszen ezzel az állam kormányzat is hitet tett a fehérvári felsőoktatás gyarapítása, fejlesztése mellett, és ez fog aztán kiegészülni egy külső parkolóépítéssel, illetve parkrendezéssel és építéssel, ezeket pedig az önkormányzat vállalta magára, nem elfelejtve, hogy ezen épület mögött pedig épülni fog az a csarnok, ami miközben a kosárlabdának és a kézilabdának is az otthona lesz, közben az együttműködés tovább erősíti laborokkal, termekkel a Corvinus Egyetemmel. Hiszen nyugodtan elmondhatjuk, hogy a legjobb időpontba lép már be ez az épület is az oktatásba, mert az egyes épület az már kicsi lenne szeptembertől, szükség van a második épületre. Ez jó hír, hiszen azt mutatja, hogy a hallgatói létszám folyamatosan nő, a szakok száma folyamatosan nő, de itt azért úgy gondolom, hogy még vannak tartalékok a következő években, de ez megint szükség volt arra, hogy ez az új épület együttes kialakuljon. Még egyszer gyönyörű lett, szeptemberben lesz ugye teljesen kész, akkor lesz átadva, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a hallgatókat. Remélem, hogy sok fehérvárit is győz meg majd a fiatalok között, hogy maradjanak a következő években Székesfehérváron, és abban is bizakodhatunk, hogy mások is szívesen fogják választani ezt az egyetemet és ezt a kampuszt a mi városunkban. Székesfehérvár gazdasági fejlődésének záloga a kiművelt emberfő. Ennek tükrében a Corvinus Egyetemmel kötött megállapodás és ez a Székesfehérvári kampusz egy olyan lehetőséget biztosít, ami példátlan, azt hiszem, a város életében. Hogyan kívánja ezt a továbbiakban is segíteni az önkormányzat? Egyrészt az infrastruktúrában folyamatosan próbálunk segíteni, úgyis, hogy akár önerős beruházásként az önkormányzat is hozzájárul ezekhez a fejlesztésekhez, itt ezen a területen is, akár a parkosítással, akár a parkoló kialakítással. Másodszorban a működtetéshez is hozzájárulunk, tehát adunk működési támogatást is az egyetem tekintetében. Ugye van ösztöndíjprogramunk, ami megszólítja az egyetemi hallgatókat, de a középiskolás hallgatókat is, ezáltal egyfajta folyamatot tudunk kialakítani. És hát mondjuk ki, hogy amiben Fehérvár nagyon erős tud lenni, az pedig a duális képzés lehetősége, hiszen egy nagyon erős gazdasággal rendelkezünk, és ez a gazdaság nagyon heterogén minden értelemben, ezáltal nagyon sokféle szakembernek tud lehetőséget adni. Fontos, hogy emögött ott legyen az a szakmai képzési lehetőség az egyetemeken keresztül, hogy minél több szakterületen itt lehessen képezni azokat a fiatalokat, akik már diák éveikben is kapcsolatban vannak a leendő munkáltatókkal, ezáltal ők maguk plusz tudáshoz jutnak, plusz gyakorlati tudáshoz jutnak, és ebben nagyon jó partnereink a gazdasági szereplők, hiszen sok duális helyet ajánlanak föl, támogatják ezáltal közvetlenül és közvetett formában is az egyetem fejlődését, hisznek a fehérvári felsőoktatásban, és így az egyetemek, az önkormányzat, az állam és a gazdasági szereplők összefogásával egy valódi alternatívát tudunk adni a fiataloknak, hogy maradjanak itthon, térjenek haza, vagy máshonnan Székesfehérvárt válasszák.
Az általános oktatási célú tantermeken kívül egy 160 fős, két 80 fős előadóterem, több konferenciaterem és konzultációs szoba lett kialakítva, illetve a tetőtér ad majd otthont a kampusz könyvtárának. A megújult épület együttes talpontja a város és az egyetem további együttműködésének. Ha figyelembe veszük azt a 6 plusz 1 érvet, ami a Budapest, illetve a kampusz mellett és a Corvinus Egyetem mellett szólít Székesfehérváron is, én azt gondolom, hogy egy már is teljesült, a többi pedig már eddig is rendben volt. Kezdjük talán az elején, mert nagyon fontos egy ilyen építkezés kapcsán, hogy a duális képzéssel rendkívül csábító lehetőséget kínálnak a fiataloknak. Hát maga a gondolat, az a duális képzés nem olyan régi Magyarországon, és az egyetemünkön sem, sőt, éppen ezért, amikor ezt az egészet elindítottuk, akkor az volt az elképzelésünk, hogy a legideálisabb a Székesfehérváron ezt megvalósítani, hiszen itt olyan vállalati környezet van országos összehasonlításban is, amit egy budapesti egyetem máshol nem találna meg. Tehát a duális képzés, aminek még mi is a tartalmi elemeit azért tanuljuk, és nagyon sok jó gyakorlatot kell még bevezetnünk, ezzel az új helyzettel, az új épülettel, az, hogy az oktatási programjaink úgy tűnik, hogy tendenciaszerűen fölfelé mennek, meg fogják hozni azt, amivel akár országosan is minta képzési alakulhat a Corvinusnak az itteni, már nem csak a duális része, hanem egyáltalán a képzés, de hát ez az egész a duális oktatás elképzelésén alapszik. A színvonal alapvetései közé tartozik nyilvánvaló, hogy a hallgatók olyan környezetben készülhessenek fel a jövőjükre, ami méltó hozzájuk. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly lépcső, egy 1,5 milliárdos beruházás, ami ráadásul majd folytatódik. Ez így van. Hát ahhoz, hogy egy egyetem legyen, annak elég sok feltétele kell, hogy legyen. Az egyik valóban, hogy legyen egy infrastruktúra, de hát ez közhely. Ugyanakkor megteremteni egyáltalán nem az. Hát Székesfehérváron nincs önálló saját egyetem, és most ezzel az a áttörés történik meg. Most mindegy, hogy itt az Óbudai Egyetem, Corvinus Egyetem, vagy ki az, aki itt oktatást vállal és fejlesztést vállal, de hát először is itt lesz egy igazi kampusz. Tehát, hogyha világon körülnéz az ember az egyetemek világában, akkor azt látja, hogy az ilyen adottságokkal, mint ez az új épület is, meg már azért az előző is, tehát egyáltalán ez, amit mi kampusznak nevezünk, ez valóban egyre inkább kampusznak nevezhető feltételekkel, és hát az, amit én mindig szeretek hangsúlyozni, a falak akkor töltik be a szerepüket, hogyha e falak közé szellemiség, tudás, nevelés, és egy olyan légkör költözik be, amely vonzóvá teszi a magyar hallgatók számára az itteni képzéseket. Nem kell feltétlenül külföldre menni, mert egy minőséget tudunk adni, és a Corvinusnak akárhol megnyilvánul, akárhol vállalt oktatást, kutatást, ott a minőséget helyezi előtérbe, és itt Fehérváron se akarunk ebből engedni. Vagyis nem élünk semmilyen mennyiségi szemlélet őrületében, de minőségi szempontjából mondhatjuk azt, hogy eléggé bolondak vagyunk, hogy ebből ne engedjünk, de nincs más kiút, mert tömegoktatás mindenütt van, mindenütt harc van a hallgatókért, minőségi oktatás megfelelő bázison, na az már sokkal nehezebb. Nem elhanyagolható a kapcsolatrendszer Székesfehérvár önkormányzata és az egyetem között. Azt hiszem, hogy ez jó úton jár, jó úton járnak, és ez megerősíti azt, hogy folyamatosan fejlődhetnek. Hát igen, ez az új a mi életünkben és mint egyetem életében. Ugye a Corvinus Egyetem Budapesten a 9. kerületben van, a Ferencvárosnak a része, és elég tudatosan vallja az egyetem azt, hogy egy közösségnek, amit nevezünk most ebben az esetben egy egyetemi közösségnek, mindig egy tágabb, nem egyetemi közösségben kell gyökereznie. Ha nincs egy közösség, egy nagyobb közösség, itt ebben az esetben egy város, ott egy kerület, tehát a főváros,
Ha ez a kötődés, ez a meggyökerezés nincsen meg, akkor valójában az a szellemiség, amiről beszélek, az egyetemnek sem lesz meg. Ha valaki elmegy a világ legrégebbi egyetemeire, akkor azt fogja mondani, hogy Bologna városa az az egyetemtől az, ami, és fordítva. Vagy elmegy Oxfordba, elmegy Cambridgebe, és akkor nem mondok több városnevet, egyetemnevet, akkor azt fogja látni, hogy ott egy szimbiózis van. Ebben az esetben mi kezdettől fogva arra törekedtünk, hogy a városa ne egyszerűen egy jó együttműködés legyen, hanem valamilyen magasabb cél érdekében együtt tudjunk dolgozni, ami az egyetem életében sem magától értetődő, de egy város életében pedig szerintem az egész városi közösség számára egy nagyon jó közösségépítés, szellemkialakítás és egyáltalán a bizalom növelésének az egyik módja, hogy egy ilyen fejlesztés megtörténik itt. Ez a 1,5 milliárd forintos beruházás egy lépcső, de egy nagyon fontos lépcső nyilván. Mit hozhat a jövő? Miként kívánják fejleszteni? Hiszen az infrastruktúráról beszéltünk, hogy rendkívül fontos, a lehetőség pedig itt van önök előtt. A lehetőség itt van, de azért itt nagy összegekről beszélünk, és nagyon sok elképzelésünk van, elgondolásunk van, de azért van egy nagyon fontos dolog, amit mindenkinek tudni kell, és ez pedig az, hogy az egyetem július 1-e után, tehát pár hét múlva a minisztériumi fenntartásból átkerül egy alapítványi fenntartásba. Azt is mondhatnánk, hogy egy hatalmas változás történik az egyetem életében, ami egyben azt is jelenti, hogy más lesz a fenntartó, új célok fogalmazódnak meg, tehát sok minden átalakul az egyetemen belül, az egyetem körül, és ez nyilván ennek része lesz az a gondolkodás is, hogy mi történjen ezzel a kampusz részünkkel. Ez még nem tartunk ott, hogy erről bármit tudjak mondani, hogy milyen elképzelés, fejlesztés, vagy egyáltalán, hogy milyen stratégiai célokat tudunk kitűzni, de azok a célok, amiket eddig kitűztünk pár évvel ezelőtt, ami alapján jelenleg is működik itt, ami már működik, azok stratégiai célok voltak, és azok nem egy-két év alatt, és nem egy új épülettel valósulnak meg, vagy fejeződnek be, hanem ez egy része annak a meghirdetett stratégiának, amit évek óta mondunk, évnyitókon, évzárókon, különböző alkalmakon, mint most is. Az egyetem kancellárja kiemelte, fontos, hogy a folyamatosan fejlődő kampuszban igazi otthont biztosítsanak a hallgatóknak. Abszolút pozitív megerősítés, azt gondolom, a 6+1 érv mellett, ami a Corvinus Egyetem mellett szól. Egy ilyen beruházás, ami csak nem 1,5 milliárd forintba került, azt hiszem, hogy példa arra, hogy miként működhet együtt hatékonyan egy város, jelesül Székesfehérvár önkormányzata és a Corvinus Egyetem Székesfehérvári kampusza. Több szempontból jó szó az, hogy büszkeség. Büszkeség tölt el minket már csak azért is, hogy valóban sikerült ezt az együttműködést kialakítani. A várossal, az egyetem közösségével beleértve az oktatói csapatainkat, illetve azokat a hallgatókat sikerült megszólítani, és ennek része az is, hogy ilyen kampusz környezetet tudunk kínálni, akik a jelenlegi és a jövőbeni hallgatóink lesznek. És azt gondolom, hogy az is büszkeséggel tölt el minket, hogy sikerült ezt a beruházást példaértékűen végig menedzselni, beleértve a határidőket, és beleértve egyébként a költségvetési kereteket, ami szintén nem egy elhanyagolható szempont egy beruházásnál. A tartalom nélkül mit sem ér a külcsín, és azt hiszem a belbecs legalább annyira fontos. Ha körülnézünk itt, én azt mondom, hogy valóságos 21. századi körülmények fogadják a hallgatókat. Fontos volt, hogy méltó legyen a Corvinus brandhez, méltó legyen Székesfehérvárhoz az az épület, amit létrehozunk a hallgatóinknak. Tehát általában azt mondhatjuk magunkról, hogy a zászlóra, amit kitűzünk, az a minőség, és ez volt itt is az elsődleges szempont. Minőség az oktatásban, minőség a hallgatókban, és minőség az infrastruktúrában. Kivételesen fontos a hallgatók számára, hogy a növekvő hallgatói létszám okán is olyan körülmények fogadják őket, ami 21. századi. Ugye ez megvalósult. Várható-e, hogy a hallgatói létszám is nő folyamatosan? Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek is ezt támasztották alá, tehát erre számítunk most a 2019-es felvételi eljárásban, és ehhez segít az is, de erről majd rektor úr bizonyára részletesebben beszél, hogy több szakot is indítottunk, tehát immáron két mesterszak is a kínálaton van a fehérvári képzések tekintetében. De amit még kiemelnék a hallgatók
itt léte és képzése mellett az a kutatási tevékenység. Budapesti Corvinus Egyetem számára ez a kampusz jelenti azt a kutatási teret, ahol olyan Európai Uniós források is a kutatást finanszírozó pénzeszközként meg tudnak jelenni, amelyek egyébként a budapesti kampuszunkon nem lennének elérhetőek. Tehát több milliárd forintos nagyságrendben indultak el, és vannak jelenleg folyamatban azok a kutatási projektek, amelyeket ez az épület hasonló módon szolgál, bizonyára önök is látták, hogy nagyon magas színvonalú technológiai felszereltség, olyan laborok kerültek itt kialakításra, amelyek elengedhetetlenek a modernkori kutatás sikeressége szempontjából. Tehát a kiművelt ember fő, illetve a technológiai fejlesztés kézenfogva jár. Így van, és az épület ilyen szempontból már okos, kutatók most még nem lakták, de azért már lehetett látni, hogy mindenhol működtek a szenzorok, az informatikai berendezések, sőt, mi több, az előbb még a tűzvédelem is megszólalt, úgyhogy az épület működik. A pályázattól pénzügyileg függetlenül, de azzal stratégiailag összhangban Székesfehérvár önkormányzata vállalta a kampusz zöld területeinek rendezését, felújítását, illetve egy 80 gépjárműre tervezett parkoló megépítését is.